Augusztus 20-án államalapító Szent István ünnepén minden évben magasrangú állami kitüntetéseket osztanak ki. Itt, Esztergomban ezúttal a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István rendet adták át, és különleges év az idei, ugyanis becsület érdemrendet is átadtak, amit nem minden évben, s valóban csak azoknak adományoz, ad át a magyar államfő, aki arra valóban kimagaslóan érdemes. Az idei évben a Szent István érdemrendet dr. Karikó Katalin kutatóorvos és Szilágyi Áron háromszoros olimpiai, háromszoros világ és háromszoros európai bajnok vette át. A becsület érdemrendet pedig Böjte Csaba ferences szerzetes vette át 30 éves áldozatos munkájáért, mely során több mint 6000 gyermeknek adott új életet. Egy nemzetnek igenis szüksége van példaképekre. Olyan példaképekre van szükségünk, akikkel egy nyelvet beszélünk. Olyan példaképekre, akikkel közös a történetünk. Olyan példaképekre, akik olyanok, mint mi, és mégis valahogy többek, valahogy jobbak nálunk. Olyan példaképekre, akikre úgy nézhetünk fel, hogy közben bennük magunkra ismerünk. Ilyen hősöket, ilyen példaképeket köszönhetünk ma. Három ilyen ember. István király nevét mindenki ismeri Magyarországon, sőt a határainkon túl, és minden magyar ember tudja, ki István király. De ha kimondom a három nevet, Karikó Katalin, Szilágyi Áron, Böjte Csaba, szintén kevés olyan emberrel találkoznék, akik ne tudnák, kiről van szó. Dr. Karikó Katalin, Széchenyi díjas biokémikus, kutatóbiológus, a Szegedi Tudományegyetem kutató professzora részére. Milyen egy olyan embernek lenni, aki már átvette a világ legnagyobb díjait, most még itthon veheti át a Magyar Köztársaság gyakorlatilag legnagyobb díját? Hát számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Szent István rend díjat ma megkapom. Hát minden egyes díjnak megvan a maga sajátossága, és nyilvánvalóan nem csak én dolgoztam, hanem ha most átveszem a díjat, eszembe jutnak a tanáraim, a mentoraim, és most van itt egy kollégám is, akivel együtt dolgoztunk éppen a vakcinán, ő eljött BioNTech-től, és hát minden ember, aki segítette az utamat, eszembe jut, ha átveszem a díjat, és azok a tanárok, és oktatóim itt az egyetemen, meg a középiskolában. De mégis miben különbözik egy magyar díjat átvenni magyarként? Hát természetesen mindenki, hogy a saját hazájában szeretne proféta lenni, de hát nyilvánvalóan ez nagyon nagy megtiszteltetés, már a Széchenyi díjat megkaptam, és az is nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés volt, meg a Bolyai díjat, és hát én nem is számítottam rá, és nem is tudtam róla, hogy van ilyen díj. Ez a legmagasabb díj, és hát nagy. Hát meghatódom természetesen. Szilágyi Áron a sporttörténelem első háromszoros egyéni olimpiai bajnok vívója részére. Minden egyes kitüntetés alkalmával az jut eszembe, hogy az alapvetően 9 évesen nem azért kezdtem el vívni, és álmodoztam arról, hogy sikeres sportoló legyek, hogy majd állami kitüntetéseket vegyek át, de az, hogy példaképnek tekintenek, az, hogy ilyen rangos, magas állami kitüntetésekben részesítenek és méltónak találnak rá, az mindig nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és természetesen nagyon örülök neki, és megpróbálok felnőni ahhoz a felelősségteljes feladathoz, hogy a fiatalok tényleg példaképként tekintsenek rám. Miben különbözik egy ilyen állami kitüntetés díjat átvenni, mint egy olimpiai aranyérmet? Az olimpiai aranyéremért egyértelműen az ember saját maga, illetve a csapatával közösen dolgoznak meg. Az egy hosszú munka folyamat terméke. Egy ilyen állami kitüntetés picit másról szól, picit inkább arról szól számomra, hogy a társadalom, a közösség, amiben élek, mennyire értékeli a munkámat, a teljesítményemet, és ezért
különlegesen, és máshogy esik jól az, hogyha ilyen elismerésben részesültenek. Isten testvéri odaadással szolgáló életútja elismeréseként. Böjte Csaba, Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója részére. Hogy látod ma, hogy miért indítottál a Jóisten ezen az úton? Gondolom, hogy meg kell látni a kihívásokat. 30 évvel ezelőtt tényleg kurduló gyerekek voltak a Dévai templom előtt, de nem csak ott, hanem nagyon sok felé. És én nem gondoltam azt, hogy ebből ilyen hosszú távú dolog lesz. Én előre csak egy ebédre hívtam fel, majd kicsit játszani, ezt elvittem fürödni, aztán csináljunk egy tábort. Aztán volt egy kislány, melyik azzal kért, hogy legyen ez egy 30, szóval legyen egy egész éves tábor. És akkor az idén befejeztük a 30. nagy táborunkat. Ne azért tegyük a jót, mert tapsolnak, vagy megköszönik, vagy díjat kapunk, hanem egyszerűen azért kell tenni a jót, mert jó dolog jónak lenni. Én kipróbáltam, volt, amikor nem sikerült jónak lenni, olyan dolgot csináltam, amitől összeszorult a torkom, vagy a szívem hevesebben várt, nem volt az jó dolog. De amikor valami jót sikerült tenni, akkor csipcsirik, akkor az ember boldog. És én mindenkit erre biztatok, hogy nem logikázzon, vagy mi lesz ebből, mert ha én belegondoltam volna 30 évvel ezelőtt, hogy mi minden lehet ebből, akkor neki is álltam volna. Az ember elindul, teszi a jót, minden nap egy-egy téglát oda tesz, és akkor lám ilyen szép, nagyszerű fiúk, lányok lesznek, mert ugye Katalin asszonynak is mondtam, hogy ez szép ez a díj, de nekem még van, vagy 6000 díjam, ezek a gyermekeim, és tényleg rájuk szeretnék büszke lenni, meg hát logikus a kollégákra, közel 1000 munkatársammal végeztük ezt a munkát a 30 év alatt. Volt, aki egy hétre, kettőre, tehát önkéntesen jött el, volt, aki hosszabb időre, évekre, évtizedekre, de én mindannyiuknak hálát adok és köszönetet. Közös, az a családi háttérnek a fontossága, a család szerepe az ő életükben, és ez azért Szilán nem különösen kedves. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amikor kitüntetésekről kell dönteni, akkor a bőség zavarával találjuk szembe magunkat. Annyi nagy magyar nemzeti teljesítmény van, akár a tudomány, akár a sport, akár a hit gondoskodás világában, hogy a ma kitüntetett három személyre gondoljunk csak, hogy szerencsére sokan van, akik megérdemlik a magyar állam elismerését mindazért, amit az elmúlt években, évtizedekben tettek. Minden nemzetet, minden generációban azok tesznek nagyja, akik hozzátesznek valamit a nemzethez, vagy befelé, minket elistenek, vagy kifelé, Magyarország hírnevét öregbítik. És ezeket az embereket meg kell becsüljük, nem lehet elégszer nekik megköszönni őket példaként állítani, mert ez iszonyatosan ösztönzőleg hat minden fiatalnak. Hányszor látunk most is a Facebookon olyan képeket, hogy egy bajnok, amikor hazajön a repülőtéren, valamilyen éremmel a nyakában, kiteszi azt a képet, hogy amikor 15-20 évvel ezelőtt, ez ő példaképe volt, akkor ő kiment, és akár még ki is viszi azt a plusz figurát, amit akkor vitt magával, mert az a találkozó akkora hatása volt az életében, hogy föl tudott kelni 5-30-kor, el tudott menni az edzésre, utána évekig, és el tudta érni azt, hogy ő miatta húzták fel a piros fehér-zöld zászlót legmagasabbra, és miatta szólalt meg a himnusz. Ezek óriási lélekemelő pillanatok, neki nagyon, de hát nekünk, akár a lelátóról, akár a tévéből nézve, ugyanígy.